Samson története. Jeshará fiai ismét azt tették, amit rossznak lát Jehua. Ezért Jehua a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy Dán nemzetségéből való ember, Corából, akinek a neve Manoá volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer Malak Jehua az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, bort vagy más részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak borotva a fejét, mert Alahinnek elkülönített nazír lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Jesarát a filiszteusok hatalmából. Az asszony odament és ezt mondta férjének. Alahim embere jött el hozzám. Alakja olyan volt, mint Alahim malakjának az alakja. Igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem. Teherbe fogsz esni, és fiút szűz. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Alahimnek elkülönített nazír lesz ez a gyermek, az anyja méhétől fogva, halála napjáig. Akkor Manoá így imádkozott Jehuához. Kérlek, Jehua, Alahimnek az az embere, akit küldtél, hadd jön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Alahim meghallgatta Manoá kérését, és Alahim malákja megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt. A férje Manoá azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hogy szóljon a férjének. Ezt mondta neki. Megjelent nekem az a férfi, aki minap nálam járt. Manoá fölkelt, és követte feleségét. Amikor odaérte ahhoz a férfihoz, megkérdezte tőle. Te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt? Ő azt felelte. Én vagyok. Manoá ezt kérdezte. Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és hogyan bánjunk majd vele? Malak Jehua ezt mondta Manoának. Tartózkodjon az asszony mindattól, amit megmondtam. Semmit se egyék, ami szőlőtőkéről való, bort és más részegítő italt ne igyék, és semmiféle tisztátalant ne egyék. Tartsa meg a feleséged mindazt, amit parancsoltam neki. Akkor Manoá ezt mondta Malak Jehuának, szeretnénk, ha itt maradnál, és készíthetnénk neked egy kecskekidát. De Malak Jehua ezt felelte Manoának, hiába marasztalnál, nem ennék az ételedből. Ha pedig égő áldozatot akarsz készíteni, Jehuának áldozd azt. Mert nem tudta Manoá, hogy Malak Jehua az. Manoá ezt mondta Malak Jehuának. Mi a te neved? Mert ha beteljesedik az ígéreted, tisztelni akarunk téged. Malak Jehua ezt felelte neki. Miért kérdezed a nevem? Titokzatos név az. Azután fogta Manoá a kecskegidát, meg az ételáldozatot, és feláldozta a kősziklán Jehuának. Ő pedig csodát tett Manoá és felesége szeme láttára. Az történt ugyanis, hogy alánk felcsapott az oltárról az ég felé, Malak Jehua pedig felszállta az oltár lángjában. Ennek láttam Manoá és felesége arccal a földre borult. Malak Jehua nem jelent meg többé Manoának és feleségének. Ekkor tudta meg Manoá, hogy Malak Jehua volt az. Akkor Manoá ezt mondta feleségének. Meg fogunk halni, mert Alahimet láttuk. De a felesége azt mondta neki. Ha Jehuának úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot. Nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyeneket. Azután az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el.
A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt Jahua. És Jahuának lelke nyugtalanítani kezdte őt Dán táborába, amely Cora és Estaol között volt. Egyszer elment Sámson Timnába, és meglátott Timnában egy filiszteus nőt. Hazament, és ezt mondta apjának és anyjának. Láttam Timnában egy filiszteus nőt, kérjétek meg azt nekem feleségül. De apja és anyja ezt felelte neki. Hát nincs feleségnek való a rokon lányok közt, vagy egész népemben, hogy a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni. De Sámson így felelt apjának, őt kér meg nekem, mert csak ő tetszik nekem. Apja és anyja nem tudta, hogy Jahuától van ez, és csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Abban az időben ugyanis a filiszteusok uralkodtak Jesrálon. Elment tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába. Amikor a timnai szőlőköz értek, egy fiatal ordító oroszlánnal találta magát szemben. Akkor megszállta őt Jahuának lelke, és puszta kézzel ketté szakította azt, mintha csak egy kecskegirát szakított volna ketté. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit csinált. Azután megérkezett, elbeszélgetett azzal a nővel, és az még jobban megtetszett Sámsonnak. Néhány nap múlva ismét eljött, hogy elvegye őt. Közben letért az útról, hogy megnézze az oroszlán tetemét. Hát az oroszlán hullájában egy mély raj volt, és méz. Kiszedte a markába, és útközben azt eszegette. Oda ment az apjához, és anyjához, nekik is adott, és ők is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán hullájából szedte ki a mézet. Azután elment az apja ahhoz a nőhöz, Sámson pedig lakodalmat tartott ott, az ifjak szokása szerint. Amint meglátták, 30 vőfét bíztak meg, hogy legyenek mellette. Sámson ezt mondta nekik, feladok nektek egy találós kérdést. Ha meg tudjátok fejteni, a lakodalom 7 napja alatt, és kitaláljátok, adok nektek 30 inget és 30 öltözett ruhát. De ha nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem 30 inget és 30 öltözett ruhát. Ők azt mondták neki, tedd fel azt a találós kérdést, hadd halljuk. Sámson ezt mondta nekik, étel jött az evőből, édes jött az erősből. De nem tudták megfejteni a találós kérdést 3 napon át. A 4. napon ezt mondták Sámson feleségének. Szedd rá a férjedet, hogy árulj el nekünk a találós kérdés megfejtését. Különben megégetünk téged és apád háza népét. Hát azért hívtatok meg bennünket, hogy kifosszatok? Ekkor Sámson felesége odabújt hozzá, és elkezdett így sírdogálni. Mégis csak gyűlölsz, és nem szeretsz engem. Feladtál egy találós kérdés népen fiainak, és nekem sem mondod meg a megfejtését. De ő azt felelte neki, hiszen még apámnak és anyámnak sem mondtam meg, hát neked mondjam meg. Így sírdogált hozzábújva 7 napig, amíg a lakodalmuk tartott. Végül a 7. napon megmondta neki a megfejtést, annyira zaklatta őt. Az asszony pedig elmondta a megfejtés népe fiainak. A város fiai ezt mondták neki a 7. napon, mielőtt lement volna a nap. Mi a méznél édesebb, s az oroszlánnál erősebb? De ő így válaszolt nekik. Ha nem az én üszőmön szántotok, találós kérdésem ki nem találjátok. Ekkor megszállt a Jahua lelke, lement Askelonba, és megölt ott 30 férfit, lehúzta a ruhájukat, és odaadta a ruhákat azoknak, akik a találós kérdést megfejtették. És haragra gyúlva elment apjához, Sámson felesége pedig hozzáment ahhoz a vőféhez, aki Sámson barátja volt.
Történt egy idő múlva, búzaaratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét. Egy kecske girált is vitt neki magával. Ezt mondta: be akarok menni a feleségemhez, a szobájába. De az asszony apja nem engedte be. Ezt mondta az apja: én már azt gondoltam, hogy végképp meggyűlölted őt, ezért hozzáadtam a vőfélyedhez. De a húga még nála is szebb, legyen ő a tiéd helyette. Sámson azonban így felelt nekik: ez egyszer nem én leszek a hibás, ha rosszat teszek a filiszteusokkal. Azzal elment Sámson, összefogott 300 rókát. Majd csóvákat készített, és farkaikat egymásnak fordítva, csóvát kötött a párba állított rókák farkai közé. Majd meggyújtotta a csóvákat, és ráhajtotta a rókákat a filiszteusok gabonaföldjére. Így gyújtotta fel a kévéket, és a lábon álló gabonát, sőt, a szőlőket és az olajligeteket is. Ekkor azt kérdezték a filiszteusok: ki tette ezt? És mondták: Sámson, a timnai ember veje, mert elvette tőle a feleségét, és a vőféhez adta. Felvonultak azért a filiszteusok, és megégették az asszonyt és az apját. De Sámson azt mondta nekik: ha ti ezt tettétek, én sem nyugszom addig, amíg bosszút nem állok rajtatok. És hatalmas csapásokkal agyba főbe verte őket. Azután elment, és az etámi sziklahasadékban vert anyát. A filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Jahúdában, és ellepték Lehit. A jahúdaiak megkérdezték: miért vonultatok föl ellenünk? Azok így feleltek: azért vonultunk föl, hogy megkötözzük Sámsont, és úgy bánjunk vele, ahogy ő bánt mi velünk. Ekkor odament 3000 jahúdai ember az etámi sziklahasadékhoz, és ezt mondták Sámsonnak: nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért tetted ezt velünk? De ő így felelt nekik: ahogyan ők bántak velem, én is úgy bántam velük. Akkor azt mondták neki: azért jöttünk ide, hogy megkötözzünk, és a filiszteusok kezébe adjunk. Sámson ezt mondta nekik: esküdjetek meg, hogy nem vertek agyon. Azok így feleltek neki: nem, csak jól megkötözünk, és a kezükbe adunk, de semmi esetre sem ölünk meg. Azzal megkötözték két új kötéllel, és elvitték a szikláról. Amikor Lehi beért, a filiszteusok újongva mentek eléje. De megszállt a Jahú a lelke, és olyanná lettek karján a kötelek, mint a tűz égette lemfonál. Talált egy még ki sem száradt szamára álcsontot, utána nyúlt, felkapta, és agyonvert vele 1000 embert. És azt mondta: szamár álcsontjával vágtam köztük rendet, szamár álcsontjával vertem agyon 1000-et. Amikor ezt elmondta, eldobta kezéből az álcsontot, és elnevezte azt a helyet Ramát Lehinek. De nagyon megszomjazott, és így kiáltott Jahuához: te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által. Most mégis szomjan kell halnom, hogy a körülmetéletlenek kezébe kell esne. Akkor Elohim ketté hasította azt a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt fel belőle. Ő pedig ivott, életereje visszatért és felélett. Ezért nevezik az Kóré forrásnak. Ott van az Lehiben, még ma is. Sámson 20 esztendég volt Jasarál bírája a filiszteusok idejében. Egyszer Sámson elment Gázába, meglátott ott egy paráznal nőt, és bement hozzá. A gáziaknak hírül adták: ide jött Sámson. Körülvették, és lestek rá egész éjjel a város kapujában. De csendben maradtak egész éjjel, mert azt gondolták: majd ha megvírad,
reggel meggyilkoljuk őt. Sámson azonban csak éjfélig maradt, éjfélkor aztán fölkelt, megragadta a városkapu ajtaját. A két ajtó félfával együtt, és kiszakította zárastul. Majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre, Hebronnal szemben. Történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyben, akinek Delilla volt a neve. A filiszteusok város fejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki, szedd rá és deríts ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megfékezni, hogy megkötözhessük, és elbánhassunk vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delilla megkérdezte Sámsont, mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd? Mivel lehet megkötözni téged? Hogyan lehet elbánni veled? Sámson azt felelte neki. Ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem száradtak ki, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Ekkor a filiszteusok város fejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem száradtak ki, és a nő megkötözte Sámsont azokkal. Eközben egyesek lesben álltak belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony. Jönnek a filiszteusok Sámson, de ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmadzag elszakadt, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az eleje. Delilla akkor ezt mondta Sámsonnak. Becsaptál és hazudtál nekem. De most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson így felelt neki. Ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Delilla tehát szerzett új köteleket, és azokkal kötözte meg. Azután ezt mondta neki. Jönnek a filiszteusok Sámson. Eközben néhányan lesben álltak a belső szobában. De ő letépte azokat a karjáról, mint a cérna szálat. Delilla ekkor ezt mondta Sámsonnak. Eddig becsaptál és hazudoztál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson azt felelte neki. Ha fejem 7 hajfonatát beleszövöd a szövőszéken készülő szőtesbe. Az asszony még egy szövegkel is rögzítette. Azután ezt mondta neki. Jönnek a filiszteusok Sámson. De ő fölébredt álmából is, kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövőszék fonalát. Delilla ezt mondta neki. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, Sámson halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtt egészen a szívét, és ezt mondta neki. Borotva nem érte soha a fejemet, mert Alahimnek elkülönített nazír voltam már anyám méhében is. Ha megnyílnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Amikor Delilla látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, majd behívott egy embert, és levágatta a fejéről a 7 hajfonatát. Ezután elkezdte szólongatni, miközben őt már elhagyta az ereje. És ezt mondta, jönnek a filiszteusok Sámson! Ő felébredt álmából, és ezt gondolta. Kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt Jahua. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és a börtönben kellett a malmot hajtania. Sámson haja azonban megint nőni kezdett azután, hogy levágták.
Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy egy nagy áldozati lakomát rendezzenek hatalmasságuknak, Dagonnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták, kezünkbe adta a hatalmasságunk Sámsont, aki ártott nekünk. Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették hatalmasságokat, és ezt mondták, kezünkbe adta hatalmasságunk őt, aki ártott nekünk, aki pusztította földünket, és aki oly sokat legyilkolt közülünk. Azután olyan jó kedvük támadt, hogy ezt mondták, hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsont a börtönből, hogy szórakoztassa őket. Azután odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta. Ereszel, hadd tapogassam ki az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal. Ott volt a filiszteusok összes városfejedelme. A tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson Jahuához kiáltott, és ezt mondta. Ó, Jahua! Jahua! Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt, csak még most az egyszer. Áhínem, hogy utoljára két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyúlott. Az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal. Azzal megfeszítette erejét, úgy, hogy a ház rádőlt a városfejedelmekre, meg a népből mindazokra, akik benne voltak. Így többet ölt meg halálával, mint amennyit megölt életében. Ezután elmentek a testvérei, és apjának egész háza népe. Fölvették, és hazavitték. Corá és Estaol között temették el apjának, Manoának a sírjába. 20 évig volt Jesarál bírája.